Na, sziasztok, ahogy, ígértem, itt vagyunk a Bikás Parknál. Hát és nézzetek körül, ott van egy nagy Új Buda felirat, ott van egy nagyon, nagyon jó játszótér egyébként. Három órát ott voltam majd, azon a játszótéren. Egyébként annyira jó, és ilyet még sehol nem láttam, pedig... Még mielőtt kezdtem videózni, akkor is előtte is annyi helyen voltam már. És ilyet, meg csomó játszótért is megnéztem már. És ilyet még sehol nem láttam, hogy, mert itt még nem voltam egyébként a Bikás Parkban, hogy ilyet még nem láttam, hogy homokozó, és a közepén van egy kút, több annál, mint egy kút. Hát ha eljöttök, látjátok. Minden esetre is meg feltűnő. Van mászóka, tó, amit majd mindjárt mutatok, ott az ugyasfélet, az a kékes, nem tudom, hol van a kamera. Ott vannak fönn bikák, remélem lehet őket látni, nagyon örülnék neki, ha lehetne látni. Ha nem látjátok, nyugodtan írjátok meg kommentbe. Aztán ennyi, nem tudok mit csinálni. Várjál. Hogy látszanak a bikák, oké, most láttátok a bikákat. Ez biztos menni oda. Melyek veletek pózolni a új Buda kis kiállításhoz. Egyébként az M4-es metróval rettentő jól megközelíthető. Ha tehetitek, választjátok az M4-es metrót, mert az a legjobb, itt van tök közel Kelenföld. Szóval, hogy mit tudom én, Székesfehérváron, Gárdonyban, Velencén laktok. Vagy akár Sárbogárd irányába. Akkor hát rettentő jó megközelíthető hely. Vannak Új Buda. Ha lehet látni, az tök jó. Na. És akkor, hogy Sárbogárd irányából is remekül megközelíthető. Székesfehérvár irányából is. Ugye Kelenföld által, és még Győr irányából is. Úgyhogy arról laktok bármely nyugati, főleg délnyugati országrészben, ez könnyen megközelíthető. Mutatom itt a tavirózsás tavat. Fú, ha jól lehet látni, az nagyon jó. Látok valamit a naptól, az annyira jó. Ez úgy néz ki ez a faág, mint egy krokodil. Remélem láttátok, úristen. Szóval könnyen megközelíthető, és egyébként talán szerintem fogalmam sincs egyébként. De szerintem a villamos is, az 1-es, meg ezek is itt állnak, meg valahol a közelbe. Meg a 19-es, meg ezek. Meg a 40-valahányos a Deák térről. Mert azok jönnek Kelenföldről. Szóval Kelenföldről, az M4-es metróval is, a villamosokról is. Nem tudom ezt garantálni, de szerintem megközelíthető. M4-es metróval meg remekül megközelíthető. És M4-es metróval nem lehet azért aggódni, hogy nem jár gyakran, mert jár egy 4 percenként igazából. Minimum 4 percenként mármint. És egyébként itt egy szobor, ami úgy néz ki, mint egy párakapu, de nem egy párakapu. Párakapu van bent a játszótéren. A játszótéren van 2-2 nagy hinta, 2 bébi hinta, úgyhogy intázni ezt lehet. Mászókából meg van minimum 3, de szerintem 4 is volt ott. Normál homokozó is van, csomó játékkal kitéve. Meg ugye van az a vizes homokozó. És egyébként, ha tudom javasolni mondjuk Sárbogárd irányából az eljutást, akkor ugye vonattal, akkor hát, ha javasolhatom, töltsétek le a MÁV alkalmazást, főleg, hogyha rendszeresen mentek vonattal. Jó, tudom, hogy már egy részletek letöltötte, igen, azokra ez nem vonatkozik. Szóval, aki nem töltötte, az töltse le, mert egyébként nagyon egyszerű, és online is 10% kedvezménnyel lehet jegyet venni. És itt lehet egyébként a metróhoz lemenni, úgyhogy én búcsúzom. Na, sziasztok, majd csinálok holnap is videót. Sziasztok!